Pornó a paradicsomban. Az ember vagy a kultúra tragédiája? Perverzek provokációja, vagy a magyar színház művészet új törekvései? Műsoron az alkotói szabadság határa. Célpontban pedig a... avagy be lesz fejezve a nagy mű. Igen. Tisztelt nézőink! Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő riportunkban elhangzó megszólalások sérthetik erkölcsi meggyőződésüket, így annak megtekintését csak azoknak ajánljuk, akik kíváncsiak arra, hogy milyen színdarabot játszanak Budapesten az alkotói szabadságra hivatkozva. A Budapesti Zsidó Színház és a Városi Színház koprodukciójában adjuk elő a darabot, illetve független művészek meghívásával. A darab, amelynek címe? Amelynek címe cím. Fikció. Ezt mondják az alkotók, amikor rákérdezünk a darab elsőre felháborítónak tűnő alapötletére. A darab arról szól, hogy valaki, ez a Madács Antal nevű pornórendező, meg akarja csinálni az ember tragédiájának a pornó változatát. És ez nem sikerül neki. Erről szól a darab. Ádám Éva benne van, de ők civilben vannak benne olyan értelemben, hogy mint pornószínészek szerepelnek. Tehát egy történet a történetben. És noha az alkotók cáfolják, hogy bármi áthallás is lenne a madácsi tragédia és az alternatív színdarab között. A előadásban nem mutatjuk be az ember tragédiáját. Mégis kísérteties hasonlóság van a mű és a műnek vélt előadás között. Szerepel majd benne Ádám és Éva, valamint Lucifert, aki a madácsi műben megírt színeken kíséri végig a férfi főszereplőt. Hosszú tapasztalat, én mindig injekciót használtam itt Európában. Régen keleti főszereket szedtem, de itt a felszopót mondom, én egy fél perc alatt átasszom is. Tudtam teljesíteni a feladatomat. Ő lesz az. Ez a marokkói férfi alakítja majd Ádámot. Ezek pedig úgynevezett verkfilmek, amelyek az alkotók szerint szerves részei lesznek a színdarabnak. A produkció weboldalán több ilyen videó is található. A szakmunkásban volt olyan, hogy minden nap elolvastam a tragédiát, mert valami elementáris hatással volt rám. És anyám még hisztériáztak, meg bent a balhé, meg minden, de én meg csak olvastam. A videón a darab egyik főszereplője, Anti, a pornóproducer beszél. Arcát most elhomályosítottuk, ugyanis a színész időközben kilépett a társulatból. Azt mondta, a darab miatt túl sok fenyegetést kapott, ezért nem akart nyilatkozni nekünk sem. Tulajdonképpen a maga rémület lepett meg, meg az erő, az az energia, az az iszonyú mennyiségű gyűlölet, amit első körben azonnal kaptunk. Azt mondjuk, ez meglepett. A darabot majd csak szeptember végén mutatják be, azonban már most is, ki így, ki úgy, de tiltakozik ellene. Az alkotók nem értik miért. Hogy itt xenofóbia van, jelenik meg, őrületes idegesség a társadalomban, őrületes humortalanság kezd el harapózni a társadalomban. Egy ilyen darab ezt nem erősítheti, véleménye szerint? A humor? Hogyha ennél a darabnál humorról beszéltünk, akkor az? Én azt gondolom, látva a próbákat, hogy a produkció az humoros. A stábunk nem forgathatott a próbákon. A szerzők szerint zavartuk volna a munkát. Így a premier helyszínére, a Sirály klubba még visszatérünk, most azonban tegyünk egy gyors kitérőt egy másik klubba. Én abszolút tolerancia híve vagyok, a minőséggel szemben toleránsnak kell lenni. Abszolút nem minőséggel szemben, viszont abszolút intoleránsnak kéne lenni. Őszigeti Gábor, író, színháztörténész és esztéta. Egy budai galériában találkoztunk vele, ahol éppen egy Latinovics kiállítás megnyitójára készült. Úgy érzem, hogy már nem is a politikusokat és a felelőtlen, tehetségtelen, ezért erőszakos országrontókat szívná Latinovics Zoltán, hanem minket, hogy nem vagyunk velük szemben eléggé összeférhetetlenek. Szigeti urat azért kerestük fel, hogy segítsen megérteni, miért van szükség olyan színdarabokra, amelyek leginkább csak felháborodást okoznak, és sokakat sértenek is. Ránk parancsa, hogy el kell fogadnunk, sőt, odáig megy most már a dolog, hogy én a néző vagyok hülye, ha nem értem meg, hogy például mondjuk az ember tragédiájában az Úristen SMS-ezik. Holott ennek semmi köze az eredeti darabhoz, és nem a darab szellemiségét közvetíti. A darab rendezője viszont azt állítja, hogy ők senkit nem néznek hülyének, csupán provokálnak, mert ez egy művészeti eszköz. Provokációt arra használni, hogy fölrázni az embereket, tehát annak komoly hagyományai vannak. A művészet igen gyakran sért
provokál. Akkor nem provokálnak, hanem hülyének néznek. Az a bajom, egyáltalán az egész színház élettel az a bajom, hogy nem nekem játszanak színházat, hanem maguknak. Azon a címen, hogy én vagyok a hülye, hogy nem értem őket, holott ők nem akarnak nekem mondani semmit. Na de ne ragadjunk le ilyen filozofikus vitáknál. Nézzük, hogy mit is akar még mondani a színdarab. Arra jöttem rá, hogy egy nagyon aktuális problémának a legszakavatottabb gyógyítója. És ez a szexuális félelem társadalmi betegsége. És hogy a szexualitás hogyan jelenik meg a darabban? Ezek az üres fejű pikkák, akiknek több százezret fizetek azért, hogy nyeljék a c***t patakokba, ezek fingjuk nincs, az meg azt se tudják, hogy Madács Imre, azt hiszik az meg, hogy ő volt a sarki pék, hogy nála veszik a kilós kenyeret. Közben Madács Imre egy olyat alkotott az ember tragédiájával, amiben azt hiszem, hogy gyakorlatilag minden benne van. Persze egy percig sem állítjuk, hogy ezeket a videókat komolyan kéne venni, hiszen maguk az alkotók is elismerik, hogy meg akarnak botránkoztatni. A szöveg még egy Jancsó filmnél is drágárabb, a kiforgatott dráma pedig egy magyar irodalmi alapmű. Ezt aztán tényleg vágjuk ki a g***be. A színdarab alkotói korábban bejelentkeztek a többszörösen pornószkárral jutalmazott Kovinál is, hogy tanácsot kérjenek a darabhoz. Azzal a célra hívtak meg a próbára, hogy kérdezgessenek engem arról, hogy milyen ez a világ, hogy zajlik egy forgatás, hogyan alakul ki egy film, tehát hogyan készítünk el egy filmet. Én elmondtam azt, hogy ez engem teljesen kiakasztott az, hogy folyamatosan trágárul, válogatottan trágárul beszél a darabban az úgynevezett filmrendező. Hát, kihúzhattuk volna belőle a káromkodásokat, meg átnevezhettük volna, nem az lett volna a címe, hogy c***i, hanem az lett volna a címe, hogy János a hegyen. De ettől eredeti? Az a helyzet, hogy a művészet nem engedheti meg magának, hogy cenzúrázza saját magát. Pont az ellenkező hatást fog elérni ezzel, és pont egy nagy tiltakozást fog kiváltani. Én azt mondtam ott nekik, hogy én biztos, hogy felállnék az ötödik percben, és azonnal ott hagynám az előadást, ha folyamatosan hallanám ezt a nagy-nagy trágárságot. A pornó producertől azt is megkérdeztük, hogy például készítene pornó változatot a magyar irodalom gyöngyszemeiből. Néhányszor felajánlottak nekem olyan filmeket megvételre, hogy vegyem meg a jogokat, amiben például apácák szerepeltek, és nem vettem meg. Éppen ezért. Tehát én azt gondolom, és ez meggyőződésem, hogy vannak olyan személyiségek, olyan alakok, olyan történelmi tiszteletre méltó emberek, olyan helyek is például, ahova ez a műfaj nem vihető be. Egy bizonyos tabu azért van ebben a szakmában is. És ez az a pont, amikor a valódi pornóproducer és a színházi rendező is közös álláspontot képvisel. Ő Nagy Viktor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Olyan mértékű lecsúszása figyelhető meg a kulturális életnek, hogy talán még erre is van vevő. Hogyha televízió műsorokat nézzük, akkor már ők azt hiszem kitermelték azt a közönséget, ami erre tulajdonképpen akár vevő is lehet. Addig lehet, hogy provokálni az embereket, ameddig a pénztadó, tulajdonosok és politika engedi, és ameddig a közönség tűri. Noha mi magunk ezt nem tűrjük, a politika mellett mégsem menjünk el szó nélkül, ha már Szigeti Gábor ezt említette. Az alkotók és segítők azt mondják, hogy az általános felháborodás ellenére sem tágítanak a színi terveiktől. Igaz, ők a háttérben politikai és nem művészeti kritikát látnak. Körülbelül olyan, mint hogy átadnánk a pályát ezeknek a fél analfabéta gyűlöletkeltő erőknek. Hogy mire vagy kikre célzott a zsidó társulat vezetője, azt nem árulta el. Egy biztos. Noha Vajda Róbertet kizárólag egy még csak próbastádiumban lévő színdarab művészi értékeiről kérdeztük, a társulatvezető mégis valamiféle társadalmi jelenségről beszélt. Na de tudják, itt most minden csak fikció. Vajon te szeretnél élni abban az országban, ahol ők szeretnék megmondani, hogy ki játszhat, milyen színházban, mi humoros, mi nem nemzetgyalázó, és adott esetben mit írjon a sajtó? Te szeretnél élni abban az országban, barátom? Ez már a te döntésed lesz. Az ilyen típusú előadások
pontosan azoknak az embereknek szólnak, akik már nem akarnak visszanézni, nem akarnak előrenézni, jól érzik magukat abban, amit kapnak, mert ha kiírtjuk az emberek gondolkodásából a múlt tudatot, akkor a jelenben azt csinálunk velük, amit akarnak. Már ha hagyják, de persze küzdhetnek is, és bízva bízhatnak.